Ahogy ígértem, Andi és Skifi visszavágó. A mai videónk témája az lesz, hogy ha megtehetnéd, melyik hírességgel töltenél el 2 hetet a világ bármelyik elzárt kis pontján. Ronil Kane Lilian című könyvéről fogunk most beszélgetni. Ami miatt én leginkább elolvastam ezt a regényt, az az volt, hogy Japánban játszódik, és én imádom Japánt. Ezen túl pedig van egy titkos cégünk, ami azzal foglalkozik, hogy híres embereket klónozik jó pénzért, majd 2 hetet ezekkel a híres emberekkel tudsz eltölteni, és gyakorlatilag mindent csinálhatsz velük, amit csak szeretnél. Történetünk ott kezdődik, hogy megismerjük Turnert, akit megtalál ez a titkos cég, mégpedig ennek a titkos cégnek a nagyon titkos ügynöke, Oliver, aki felajánlja Turnernek, hogy tud egy ilyen egzotikus, luxus dolgot nyújtani neki, amit senki máshol a Földön nem fog tudni, és ez egy ilyen nagyon titkos technológia, és erre csak ők képesek. Turner, aki éppen az 50 felé közeledik, és igazából egy ilyen nagyon nagyzoló, nagyvilág életet élt, pont kezd egy kicsit így megfásulni, már igazából úgy érzi, hogy ő mindent megélt, és nagyon unalmasak a hétköznapjai. Úgyhogy, amikor oda megy elé egy idegen azzal a felajánlással, hogy klónoznak számára egy hírességet, akivel 2 hetet eltölthet, hát Turner igennel válaszol. Ez a híresség pedig Lilian lesz, a címszereplőnk, aki a történetünkben egy nagyon fiatal hollywoodi színésznő, és egyáltalán semmi specifikációt nem fogunk róla tudni, tehát Ronil végig úgy döntött, hogy bár hírességek vannak klónozva a regénybe, soha nem név szerint említődnek, és Lilian is ilyen kicsit sablon, de egyébként én valamiért Lilianről mindig Jennifer Lawrence-re asszociáltam, ez most vagy az én agyam, vagy pedig lehet, hogy van bennem valami. És igazából, hogyha elolvasod a történetnek a leírását, akkor azért úgy arra számíthatsz, hogy minden ilyen nagyon idillien fog elindulni, és majd valamikor valami nagyon el fog romolni. És így vártam, hogy ez mikor fog megtörténni, nagyon lassú a történetnek a felvezetése, és igazából az egész prózára jellemző egy ilyen kimért óvatosság, és egy ilyen kimért lassúság, ami igazából azt eredményezi, hogy van egy nagyon szépen vezetett történeted. Megismerjük a szereplőket, megismerjük a háttértörténeteiket, és ahogy halad előre a cselekmény, úgy fogunk egyre több mindent tudni Turnerről, úgy fogunk egyre több mindent tudni Liliáról, és úgy fogunk egyre többet tudni Oliverről. Igazából 3 az ilyen főbb szál, amire futunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem tudtam kiszámítani, hogy mi lesz az a robbanás, amit ugye így mondtam nektek, hogy valami mindenképp tönkre fog menni egy ilyen típusú történetbe, és nagyon meglepett, illetve volt egy másik ilyen nagy csavar, amit igazából... Ahogy sem tudok kritizálni, mert nagyon későn gondoltam rá, hogy lesz egy ilyen csavar, de ez pont azért volt, mert annyira szép a felvezetése a könyvnek, hogy nem kezdesz el gyanakodni. És csak egy bizonyos ponton kezdesz el gyanakodni, amikor már az író direkt így elhinti ezt az információt. Úgyhogy igazából ügyes az író, a központi science fiction vonal pedig ugye a klónozás, és igazából a klónozásnak nem azt a részét firtatja a történet, hogy ez most jogilag embereket teremte, mi az, amit tényleg megtehetsz egy klónnal, mi az, amit nem tehetsz meg egy klónnal, stb. Stb., hanem inkább azok a részek vannak így fejtegetve, hogy ezek a klónok, akiket így előtenyésztenek, és egy idő után DNS alapján így kalibrálnak, hogy ők hogy ébrednek tudatukra, mi alapján, hogy tudják őket kondicionálni, hogy tudják őket befolyásolni, és ezekre van inkább a fókusz ráfektetve a regénybe, és szerintem ez egy nagyon érdekes fókuszpontot ad egyébként végig. És hát a regény végén abszolút felmerül ez a kérdés, hogy vajon te kit klónoznál? Én is elgondolkoztam rajta, és arra jutottam, hogy legszívesebben Jeremy Rennert klónoznám, én gyakorlatilag a Burn és az IAS szerepe óta vagyok teljesen odáig ezért az emberért, mint színész is nagyon szeretem. Illetve van még egy mostani szerelmem, akit a The Man from Uncle, vagy hát az Uncle embereiből ismerhetünk, ő pedig, aki az orosz tisztet játszotta, és hát igen, szóval őket esetleg úgy 2 hétre. Szívesen. Elfogadnám. Ennyi lett volna ez a Ronil Kane Lilian videó, hogyha esetleg meghoztam a kedveteket ahhoz, hogy elolvassátok még egy ilyen bátorító lökés, most érezzétek a videón keresztül, hogy menjetek és olvassátok el a Liliant Ronil Kane-től. Nem tudom, hogy a hard skifi fanok mennyire szeretik, mert eléggé úgy érzem, hogy ilyen mainstream vonalba íródott ez a science fiction könyv, de én úgy néz ki, hogy ezt a mainstream science fiction-t fogom szeretni, úgyhogy abszolút boldogság van, kíváncsian várom, hogy milyen skifivel fogok még ismerkedni a közeljövőben. Ha esetleg a klónozás érdekel, szerintem akkor is egy érdekes könyv lehet ez számodra, illetve ha csak egy ilyen bevezető skifi könyvként is el tudom képzelni, mert egyáltalán nem erős, és a fókusz az a science fiction mellett azért ott van a történetem, meg a szereplőkön, meg a szereplőknek a lelki világában. Na!
Azt hiszem, mindent elmondtam. Köszönöm szépen a kötetet a Galaktika kiadónak. Köszönöm, hogy bevállalták, hogy skifit küldtek nekem. Ja igen, és a szokásos. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha még ezt nem tettétek volna meg. Minden kommentet szívesen várok a videó alatt, és nagyon szívesen válaszolok. Nyugodtan dobáljatok hozzám kérdéseket. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Ha egymás mellé teszem a Rejsz és a Mávász kötetet, hát... akkora különbség, hogy egyszerűen az valami bámulatos. És ráadásul ennek a könyvnek van egy olyan története, tehát az alaptörténet.